Kedves online médiát fogyasztó egyén, ezt az adást ne nézzétek! Hiába szakad ma az eső, azért még egy vidám nap van, ugyanis kikészült el! Attila azt mondja, hogy a hátsó lökhárító leszedését nem lehetett megúszni, de ide néz! Ide néz a végeredmény! Hát ez csoda lett! Tripla óvatossággal kell ezt az egész nagy bazi cucca. Mi ez? Ez valami letört darab. Jaj! Megkaptam a törött git darabot, de rendesek vagytok, köszi! Ez volt itt letörve! Ahogy a múltkor szét kellett szerelni festés előtt, mivel készen vagyok, azért össze is kéne rakni. Itt-ott még állítgatni kell, de menő lesz. Most, hogy itt a szerelgetés kész, tűzünk haza, illetve tűzünk a kamionba, hogy a véső összerakást megcsináljam. Remélem, simán elindul. Noná! Kamionja, a garázs! Mivel összerakásról szól a duma, nyilván az a helyzet, hogy minden alkatrész ki van szerelve. És ha már ezek a kiszerelt kicuccok kéznél vannak, adja magát az ötlet egy új sorozatra. Ami márciusban indul az RTL, illetve ezen a csatornán, és az a címe, hogyan építs Knight Rider autót. Ebből ezt? Szarból várat? Hogyan? Egyesével át fogunk venni minden alkatrészt, és átnézzük, hogy mi kell ahhoz, hogy egy sima széria Pontiac Knight Rider autóvá kitté alakulhasson, én hogyan csináltam mindezt, milyen buktatói vannak, erről is nagyon sokat tudok mesélni, például hogyan vágtam félbe a mutatóujjam egy rohadt szőnyeg miatt, mennyire kell vagy szükséges, hogy hasonlítson a filmbeli az eredetire, és kitárgyaljuk az árakat is. Március 4, itt! Tessék benézni! Aki nincs, az meg nyugodtan iratkozzon fel! Az előbb szóba került a filmbeli, meg eredeti. Ez egy valódi, azt hiszem talán 83-ban használt, univerzálos forgatókönyv, a Knight Rider egyik részének a forgatókönyve, amit én aláírattam David Hatlábhosszal, amikor találkoztunk. Ez itt egy valódi stúdió által kiadott 1984-es sajtóanyag. Többek közt ezzel is reklámozták a Knight Rider-t Amerikában. Mindez semmi, mondok sokkal jobbat. Elérhető közelségbe került hozzám egy valódi, stúdió által használt Knight Rider forgatási autó. Aki látta a Batmobilos epizódot, az tudja, hogy van egy osztrák haverom Martin, aki autóépítés szempontjából sokkal bolondabb, mint én. Az USA-ból nemrég megérkezett hozzá Ausztriába 2 év ügyintézés után a 91-es Knight Rider 2000 című film valódi piros autója. Nem replika! Az, amelyikben Devon és David Hasselhoff ültek. Az egész hercehurca azért tartott 2 évig, mert a kocsinak stúdióautó lévén nem volt forgalmi engedélye. Amerikában ezt úgy hívják, hogy title, és így néz ki... Title, figyeled az angol kiejtésemet? Well, you know! De a malmok szép lassan azért őrültek, meglett a forgalmi engedély is. Ebben Martinnak AJ és Joe segített, akik a Knight Rider Historians csatorna tulajdonosai és bazi nagy kutatói a történelemnek. Sokan tudják, sokan nem. A filmbeli autó alapja egy Dodge Stealth, magyarul Mitsubishi 3000 GTS, két testvérmodell volt, nem a Pontiac Banshee modellje, ugyanis az csak egy koncepcióautó volt. És figyeld a bolond csávot, bár én ismerem Martin, tehát annyira nem csodálkozom rajta,
már is munkába lendült. Szinte le sem jött még a kocsi a hajóról, ő már egy targoncával kiemelte a motort belőle. Azt hiszem talán a negyedik hengerben nincs kompresszió vagy ilyesmi. Úgyhogy fogom figyelni, mi folyik itt a sógoroknál, és folyamatosan tudósítok a változásokról. Összeszerelés! Múltkor megkaptam valakitől, amikor ez nem volt rajta, nem is néz ki szépen a hátulja, mik azok a csíkos hátsó lámpák. Kérem, azok a 82-es eredeti gyári Transam hátsó lámpák. Ilyen volt kitnek is, és persze, hogy jobban néz ki a hátulja, ha ez rajta van. Mert amúgy csak ez a másfél milliméter... Kettő milliméteres plexi a különbség. Amely alkatrészt egyébként egyáltalán nem sci-fibe illő, meg UFO módon, hanem egy tök egyszerű ötletes megoldásként egy sima tépőzár fog fel a lámpák keretére. Ennyi. És aki már egyszer látta, az mindig azt akarja, hogy ezzel haknizzak. Mutasd meg, hogy jön le. Most megmutatom, és tessék eltenni egy 10 évre. Ennyi az egész. Itt a tépőzár, meg itt a másik fele. Ez a kettő nem véletlenül van itt. Mivel az új lökös lecsukott motorháztetőnél rátakar az indexekre, ezért előrelátó módon még fényezés előtt kialakítottam azoknak az indexeknek egy ilyen üvegszálas konzolt, amire szépen fel lehet őket fogadni. Ez következik most. Azt hiszem úgy szokták, hogy feketét a feketére, ugye? Figyeled! A konzol felülete szép sima, ennek a hátoldalán kétoldalú ragasztó van, amiben én ezért 100%-osan nem bízom. Mert szerintem a csavarkötésnél nincs jobb. Ez jó lesz. Összekukáztam, 1, 2, 3, még egy kell. Na, 4 csavar, 2 index, jöhet a gépjármű alávaló fekvés. Elég. Órányi madzagolás, és kész. És ha nagyon akarom, még helyzetjelző is lehet. Irányjelző bekötve, a lökhárító véglegesre csavarozva, az ekkora 10-es anyáival, meg a csavarokkal, amihez nem férsz hozzá, mert itt fent a sarokban van egy ekkora pici hely, világítanál, de nem látsz a kezedtől semmit, a kezed nem fér oda, hagyjuk. Utolsó mutatványként ezt a rést itt kitöltjük egy szép piros LED sorral. Oké, mondjuk, hogy nagyjából kész a meló. Megérte?